A régi meglazult járólapokat véste fel a napokban az egyik munkás a Püspökladányi Városüzemeltető és Vízszolgáltató Kft. Kossuth utca 26 szám alatti irodaházában. Nagy iramban zajlanak a felújítási munkák az épület belsejében, hiszen már a külsejét egy közel 21 millió forintos pályázat segítségével sikerült megújítani. Az iroda helyiségekre nem terjed ki a pályázat, ám tavaly ősszel mégis elkezdték itt is a felújítást, az emeleten többek között 8 kisebb méretű helyiséget alakítottak ki. Új válaszfalakat építettünk be, új nyilánzárók, beltéri ajtók lettek beépítve. Most jelenleg az épületnek a teljes festése van itt a belső épületen belül. Most, ami még ezután következik, van egy belső bontás, tehát a régi burkolatoknak az elbontása. Itt főleg a hideg burkolatok, tehát a csempék, járólapoknak a felbontása. Ezeket is ugye a mai kornak megfelelő burkolattal, épületgépészeti szerelvényekkel és vizes munkák elvégzésével rendbe tesszük a vizes blokkokat, a lépcsőházat, a közlekedő helyiségeket, úgyhogy most jelenleg ez van tervben. Már a épületen belül a teljes csövezés, védőcsőbe új vezetékek behúzásával, új hálózatépítéssel, tehát a telefon, a elektromos hálózat, illetve a informatika, úgyhogy ezek már elkészültek. Az átköltözést július végére tervezik a Városüzemeltető Kft. Dolgozói, de addig bíznak abban, hogy egy újabb pályázat segítségével az informatikai fejlesztés is megvalósulhat az épületben. Ez reményeik szerint a későbbiekben meg fogja könnyíteni az adminisztrációs munkát. Előkészítés alatt van, de ez a gazdasági operatív program keretében gazdasági társaságoknak van kiírva ez a pályázat. Bízunk benne, hogy nem lesz forrás hiányos, és nem lesz semmiféle akadálya, tehát tulajdonképpen a beadás követően elbírálás az pozitív lesz. Az összeg, tehát a maga műszaki tartalom az még most a napokban fog véglegesedni, tehát ezzel kapcsolatban még nem tudjuk, van egy minimum összeg, tehát már most tényleg mindent le kell egyeztetni annak érdekében, hogy a beadás követően ne kerüljön hiánypótlásra sor. Az irodák felújítása elengedhetetlen volt, hiszen a 70-es évek elejétől nagyobb korszerűsítést nem tudtak végrehajtani az épületben, ezért a Városüzemeltető Kft. Önerőből finanszírozta a munkálatokat. A felújítás nagy részén már túl vannak, és csupán a burkolási, festési munkák vannak hátra. A falakat a lépcsőházban és az irodákban lefestik, újra csempézik a mosdókat, új járólapokat fektetnek le az épületben, az irodákat pedig laminált parkettával burkolják a szakemberek. A költségmegtakarítás érdekében a munka jelentős részét a Kft. Saját dolgozói végzik el. Jelenleg a belső felújításokat, amiket mi végzünk, azokat saját dolgozóink végzik. Ugye különböző szakipari munkákról lévén szó, tehát a festés, a vízszerelvényezés, a bontási munkálatok. Igazából itt a saját dolgozóinknak nyilvánvaló felmér a bérköltsége, de ezen felül megnézzük azt, hogy hol és milyen, honnan tudunk jó minőségű anyagokat a felújításhoz beszerezni, és tulajdonképpen itt azért ez mind új anyagból kerül beépítésre, úgyhogy tehát itt az anyagköltség is azért tetemes, tehát milliós nagyságrendekről beszélünk. Mivel a felhasznált anyagokat fokozatosan vásárolták és vásárolják majd meg, ezért csak a munkálatok végeztével kapnak teljes képet a felhasznált alapanyagok költségeiről a Városüzemeltető Kft. Munkatársai. A tervek szerint júliusban elkészülnek a felújítási munkával, és átköltözhetnek a régi megszokott helyükre. Erről természetesen időben fogják a lakosságot is tájékoztatni. Minden változásról tájékoztatjuk a lakosságot. Nem gondolom, hogy ez fennakadás fog jelenteni. Eleve van itt a ügyfélfogadásunk lent a vízdíjbeszedőinknek, ügyfélfogadási idő, és a
amiben érinteni fogja majd a lakosságot, az, hogy a pénztárunk, ahol a befizetés történik a Kossuth 6-ba, az is ide át fog költözni, de természetesen erről majd tájékoztatni fogjuk a lakosságot, úgyhogy ez is zavartalan legyen. Mint tudjuk, a munkálatok idejére a Városüzemeltető Kft. Vezetősége és pénzügyi részlege a rendezvényközpontba költözött át. Itt 6 irodahelyiséget foglalnak el jelenleg, az átköltözés után azonban ezeket is bérbe fogják adni. Régi irodahelyiségekkel kapcsolatban nyilvánvaló, hogy a célunk az, hogy ezek meghirdetésre fognak kerülni, tehát folyamatosan vannak megkeresések, akár a egyházi közösségek részéről, akár egyéb multi szolgáltatókon keresztül, hiszen már eleve vannak az irodaházban ügyfélszolgálati irodák erre a célra biztosítva, illetve ezen kívül pénzügyi irodák, pénzügyi tanácsadó cégek szoktak bennünket megkeresni. Én úgy gondolom, hogy biztos, hogy az irodákat majd ki fogjuk tudni adni, és meg lesznek a bérlőink ezekre a felszabadult irodákra. A tervek szerint tehát júliusban elfoglalhatják a felújított irodákat, ahol korszerűbb körülmények között tudják végezni a mindennapi feladataikat a Kft. Vezetői és pénzügyi dolgozói is. Addig azonban még van teendőjük a szakembereknek, de valószínűleg az átköltözés után is lesz néhány kisebb feladat, amit meg kell még valósítani az idei évben.